Bognár Jenő Bátaszék polgármestere a vendégem, köszöntöm nézőinket, mondhatom úgy is, hogy egy ismerős arc. Köszöntelek itt nálunk a stúdióban, és hát azt hiszem, mint oly sok esetben most is elmondhatom, hogy egy közéleti szereplő, akit jön, megy, sokan ismernek, ugye, de aztán úgy magáról az emberről vajmi keveset tudunk, bár nálad néha-néha az éneklés, a kórus, az azért a közszereplések alkalmával látható, tehát azt tudjuk, hogy egy hobbi már van, de oly sok mindent más nem. Most bátaszék, mondhatom úgy, tehát a, az a terület, ami meghatározza az egész életedet, így volt -e ez mindig? Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Azt gondolom, minden ember életébe fölvetődik a kérdés, hogy pláne ebbe a korba már, hogy ezt akartam-e csinálni? Jól választottam-e? Igazándiból azt hiszem, hogy annak a az osztályfőnökömnek, aki a gépipari technikum első évébe a szüleimnek azt tanácsolták, hogy ezt a gyereket el kellene vinni, mert ez egy művész délek, ebből műszaki ember az életben nem lesz. Hozzáteszem, akkor a gépipari technikumban nagyon nehéz volt bekerülni. Édesapám tanárember lévén az saját álmát akarta megvalósítani, és úgy gondolt, hogy ha ő nem lehetett műszaki ember, hát miért ne legyen a fia? Egyszerűen szóval én műszaki pályán mozgolódtam, és aztán kiderült, hogy az osztályfőnöknek tényleg igaza volt, mert mindig irigykedve nézek egy hangversenyt, mindig irigykedve nézem Kovács Kolost, akivel annak idején a Pécsi Színházba együtt kezdtünk. Tehát én nagyon szívesen és nagyon becsületesen és nagyon lelkesen csinálom azt a munkát, amit eddig rám bíztak. Talán nagy képviség nélkül mondhatom, hogy nem is sikertelenül, de mindig arra gondolok, hogy Úristen, ha én azt csinálhattam volna, amihez állítólag tehetségem is van, de hát a sors úgy alakult, hogy úgy alakította a dolgokat, hogy nem került erre sor. Bátaszékhez a köt a gyerekkor is. Bát nem bát, én gyűjtvent vagyok bát a széken, ahogy szokták mondani. Mi tulajdonképpen egy négy gyerekes család tagja vagyok, szüleim pedagógusok, 45-ben születtem én, 46-ban a másik öcsém, 47-ben a harmadik köcsém. Tudatos családtervezés. És 48-ban született az Iker testvérpár, ahol a, a, lány, lányok, ahol az egyik meghalt. Na most 1945, ah, születés igen, kor. születéskor, 45, amúgy is nehezen éltek az emberek, ez édesanyám tüdejét megtámadta, és így jöttünk át Alföldről, ezt tanácsolták neki, hegyes vidékre, lengyelkösségbe kerültünk, és amíg ő nem taníthatott, hát ott, ott voltunk nagyon nehéz anyagi helyzetbe, végén aztán meggyógyult, hála a jó Istennek, és ott tanított a lengyeli szakiskolában, azt hiszem technikum is volt lengyel, általános iskolában. Aztán úgy kerültünk át alsónálára, 1957-be, és én onnan kerültem középiskolába, és 69-be kerültünk bátaszékre, tehát 69 óta vagyok bátaszéki. A, az iskolák, ugye említetted már, hogy édesapád egy álmot szeretett volna benned megvalósítani, de én azt gondolom, és ezt sokan elmondták már itt egyetértve, akár az én és mások nézeteivel, hogy azért az általános iskolában, vagy éppen az utána követő iskolában nagyon-nagyon fontos a közeg, nagyon-nagyon fontosak a tanítók, és sokan bizony-bizony nagyon szívesen emlékeznek még a régi nagy tanítókra, akiktől nagyon sok mindent magával vihetett az ember a hosszú-hosszú útra. Volt-e neked ilyen meghatározó élményed, akár az általános, akár a középiskolát tekintve? Hát kicsit elfogult vagyok. Én a legkedvesebb tanítónak édesanyámat tartom. Én azt gondolom, hogy a legtöbbet őtől lekaptam. Vagy legalábbis a legfontosabb dolgokat őtől lekaptam nem csak mint szülőtől, hanem mint pedagógustól is. Aztán, miután mondtam, hogy mi négyen voltunk testvérek, volt egy keresztanyám, édesanyám testvére, aki jobb körülmények között élt, ő Velencén és Somogyváron volt a Gyógypen intézetnek az igazgatója, és akkor ő még lány volt, és engem elvitt magával. És én nagyon sokat kaptam őtőle is, ő megengedhette magának, hogy Belencéről Budapestre jártunk, operába, színházba, Somogyváro, Kecske Kaposvára jártunk, színházbérletes színházba. Tehát én nagyon sok mindent kaptam, mondjuk például a testvéreimhez képest. De elsősorban ezektől az emberektől azt kaptam, hogy tisztességesen, becsületesen, pontosan, és, 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 az embereket szeretve kell élni. És valahogy úgy adódott, hogy, hogy, hogy mindig, mindig, aztán az emberek között voltam, szerettem nyüzsögni, és például amikor 69-be Váltaszékre kerültem, Várdomban dolgoztam egy, egy műhelybe, akkor még, mint műszaki ember, és 50 asszony dolgozott a kezem alatt. Nagyon fiatal voltam, és komoly megméretés volt. Emberi is 50 nővel együtt dolgozni, egy fiatal embernek az egy nagyon érdekes és izgalmas feladat volt, de azóta is óriási tisztelettel és nagyra becsüléssel gondolok azokra az idős asszonyokra, akik műszerész munkát tanultak meg a, a kezem alatt. Tehát ott megtanultam, hogy igenis tisztelni kell az időseket, a fiatalokat és ez az életem folyán valahogy végig, végig kísért. Aztán még volt egy műszaki beosztásom, mikor Bátaszékre kerültem a Fémipari Szövetkezethez, az élet úgy hozta, hogy ott is egy csomó asszony vett körül, iszonyatos sokat dolgoztak, ezek zömében mind idősebb, középkorú hölgyek, elég mostoha körülmények között minimális pénzért, de rendkívül becsületesen és nagyon hasznosan dolgoztak. És itt én olyan dolgokat tanultam meg, hogy aztán amikor 82-ben a közigazgatáshoz kerültem, akkor bizony tudtam, hogy, hogy, az emberekkel nagyon becsületesen és nagyon odafigyelve kell foglalkozni, és hát én ehhez tartom magam megpróbálom legalábbis a mai napig, mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy úgy intézétek az emberek dolgát, akik ebbe a házba bejönnek, mármint a polgármesteri hivatalba, mint hogyha saját édesanyátok, édesapátok, vagy a legkedvesebb barátotok jönne be, és ha úgy intézitek, akkor biztos, hogy nem lesz probléma. Ez biztos, hogy egy nagy igazság. Ugye most főként így a műszaki pályákról hallottunk, ami már bátaszékhez kötnek téged. Én akkor azt javaslom, hogy akkor már menjünk végig ezen az úton. Ugye az azért már ott korán kiderült, hogy hát nem biztos, hogy ez az a terület, amiben te igazán otthon érzed magad, és akkor említetted, hogy jött a közigazgatás. Ez milyen váltás volt, vagy éppen ettől a váltás ...tól, hogy vezetett az út, mondhatom úgy is, hogy a politikához, aztán pedig a, hogy a, a, ahhoz a székhez, amiben tulajdonképpen most ülsz. Tulajdonképpen én 81-ben, akkor még úgy működtek a dolgok, hogy ö, én népszerű voltam a Fémipari Szövetkezetnél. És valaki kitalálta, hogy én esetleg ott az elnök, úrra veszélyes is lehetek. Kaptam néhány szavazatot egy közgyűlésen. Uh -huh. Nem, tényleg nem fordult meg a fejembe, hogy én egy szövetkezet elnöke legyek. És akkor valaki ő, a párbizottságon arra gondolt, hogy a Pátaszéki Áfész elég nehéz helyzetben van. Hát tegyük oda a Bognár Jenőt, ehhez aztán biztos nem ért, mert ez kereskedelem aztán itt úgy is megfürdik. Tehát ez és akkor nem egy jó indulatú döntés Ez nem volt. egy jó indulatú döntés volt. Ö, aztán beledobjuk a vízbe, bebizonyítja magára, hogy ez nem megy, és akkor, és akkor talán megszabadulunk tőle. Na most, Tudod, hogy ki döntött így? Tudom, 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 de ne bolygassuk a múltat. Ö, tulajdonképpen oda mentem egy olyan szövetkezethez, a, ami tényleg nehéz helyzetben volt. De szintén szintén egy csomó nő volt, egy nagyon becsületesen dolgozó, eladó nők. Kitűnő munkatársak voltak az irodában. Közvetlen munkatársaim is nagyon kitűnőek voltak. Tulajdonképpen csak az emberi dolgokat kellett helyére tenni, nem akartam én ott megjátszani a legokosabbat, mert nem is játszhattam meg, hát nem ismertem, teljesen idegen terület volt. Én, de azt viszont tudtam, hogy ott kell lennem az emberek között, a lelket kell tartanunk bennük, mindig ott voltam reggel, délbe, este, és tulajdonképpen egy év alatt rendbe hoztuk a, Bátaszéki Áfészt. Ezt januárban kezdtük, és decemberben egy ilyen évzáró ülésen leültünk, és az akkori vezetőim, akik egyébként szerettek, nekik csak oda tettek engem, a megyei vezetők azt mondták, hogy most már nyereséggel zárunk, látják, hogy jó úton halad a szövetkezet, emberileg helyre jöttek a dolgok, jól érzik magukat a dolgozók, és hosszabb távon terveztünk. Ebben az esetben a tervezés néhány hétig tartott, februárban fölkértek arra, hogy a nekene meg kellene lenni bátaszéken. Na ez, ez, ez már egy, egy nagyon komoly kihívás volt. Én a hazafias névfrontban működtem akkor, tehát ismertek Bátaszéken, egy csomó akciót szerveztünk, és én 82 óta tulajdonképpen a közigazgatásban dolgozom, kis megszakítással, mert jött a rendszerváltás, akkor négy évig a munkaegyik központban dolgoztam, és hát utána 94-től ismételten visszakerültem oda, amit hát nagyon szívesen csináltam. Most ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert nagyon sok minden történt a nyolc év alatt Bátaszéken. Építettünk egy nagy tornacsarnokot. A megyei vezetés fölhívta a figyelmemet, hogy ne tornacsarnokba beszéljünk, torna beszélünk. beszéljünk. Ez a nagy képű tornacsarnok. Hozzáteszem, nem tudták, hogy mekkora beruházásról van szó. Társadalmi munkába építettük ezt a csarnokot. 1200 négyzetméteres csarnokról van szó, a tornaszoba. A tornaszoba, és amikor kijött a ö, megyei vezető inkognitóba, megnézte, és akkor kérdeztem, hogy most mit írjunk föl, azt mondja, tényleg ez, ez egy nagy, tehát ez egy tornacsarnok. De ezt ott az emberek építették, a diákok, az emberek, és ez valami olyan óriási dolog volt, hogy ebből a lendületből építettük aztán a... A művelődési házat egy nagyon lerobbant művelődési házunk volt. Építettünk egy ravatalozót, egy új iskola. Tehát nagyon sok minden történt változás. Társadalmi munkába építettük az utakat. Valamelyik nap beszélgettünk, hogy ezt van, nem is ismerik az emberek, hogy kivittem, egy, benne, kivittem egy láda sört, odavittük a sódert, és saját maguknak csinálták az utat, és nagyon jó hangulatú utcabálok lettek, amikor elkészült egy út. A közösséget kovácsolta össze. Ma már azt hiszem, ezt elég nehéz lenne megcsinálni. Aztán jött a rendszerváltás, volt egy olyan hangulat, hogy a tanácselnökeknek menni kell, és most már utólag tudom, hogy ebbe is szerencsém volt. Ha engem akkor 90-re megválasztanak polgármesternek, lehet, hogy elhiszem, hogy én tényleg okos vagyok, meg tényleg olyan ügyes vagyok, meg tényleg olyan szép vagyok, hogy nekem lám, ez is ment. Rendszerváltás után, amikor néhány szavazattal kikaptam, és hát tulajdonképpen az utcára kerültem, akkor úgy rádöbbent abban négy évben az ember, hogy kik azok, akik a barátaid voltak, kik azok, akik azok akikre számíthatsz, és kik azok, akik abban a pillanatban elfordultak tőled. Tehát tanulságos idő. Tanulságos idő volt, és ahhoz, hogy én ezt a dolgot tisztességesen tudjam csinálni, 94 óta én azt gondolom, hogy erre a négy évre nekem szükségem volt, ezt utólag most már pontosan tudom, nyilván akkor ezt az ember természetesen nagyon nehezen élte meg, mert ugye azt mondtam szó szerint, nagyon sok induló volt, és én akkor szó szerint ezt mondtam, hogy ha, mert hogy mi a bűnöm? Végülis nem volt semmi bűnöm. Ha az a bűnöm, hogy megépítettük a tornacsarnokot, megépítettük az iskolát, megépítettük a ravatalozót, művelődet, utat, stb. stb. és én ezzel kiszolgáltam egy rendszert, akkor ezt én vállalom. Ezt 90-ben mondtam a tornacsarnokban, én azóta is büszke vagyok ezekre az eredményekre, és mondom, tehát ha akkor tudom, hogy Jenő, neked erre a négy évre szükséged van, hogy eljössz a munkaegyi központba, hogy nagyon fiatal, kedves kolléganők tanítanak majd be, és alázattal tudomásul kell venned, hogy most egy új dolgot kell előről kezdened, akár bérbe is, kevesebb volt a fizetésem akkor, mint a munkanélküli járadék, de köszönöm az akkori vezetésnek, hogy, hogy egyáltalán oda vettek és fölvettek. Azt is megoldotta az ember, és volt még egy haszna ennek a dolognak, hogy pontosan tudtam, hogy 4 óra 20 perckor, ha nincs bátaszéken a sorompó leengedve, otthon vagyok, és otthon, otthon vagyok a családi házba. Most, most ezt, ezt nem lehet tudni, mert most a szombat, vasárnap és a hétköznapok egybe folynak, mert, mert ünnepek vannak, mert, mert katasztrófa van, mert tűz van, mert, mert, mert valami mindig van, és azt elvárják, hogy a polgármester ott legyen, és azt gondolom, ott is kell lenni. Ha már a családot, az otthont említetted, akkor ugye szokták volt mondani, hogy az előtérben lévő emberek mögött mindig van egy biztos háttér, hiszen ők nem lehetnének előtérbe és nem működhetnének jól, ha ez nem lenne meg. A családi élettel mi a helyzet? Igen, hát a, a feleségem Báta Széken pedagógus, és ő kezdet kezdete óta tudomásul vette azt, én nem mondom, hogy örömmel, hogy én ezt szívvel, élekkel, vállaltam. Nagyon érdekes volt, a, és most még egy kicsit visszamegyek a 94-es választásra, amikor engem megkerestek és fölkértek, akkor a gyerekeim, akik akkor középiskolások voltak, hallani is akartak róla. Nagyon jó volt az az állapot. És azt mondták, hogy nem. Nem. Talán akkor a feleségem is azt mondta, hogy nem de végül, végül a lelkeméjén mindenki azt érezte, hogy én ezt csinálom szívesen, Mert szívesen dolgoztam a munkaügyi központban, de, de belátta a családom, a gyerekeim, hogy, hogy azért nekem, nekem ez, a, ez, ez, az a közeg, amiben én otthonosan mozgok, és nekem erre szükségem van. Na most és én ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert ezt nagyon-nagyon kevesen viselik, viselik el. Nagyon keveset tudtam a gyerekeimmel lenni, ezt is őszintén el kell mondani. Szerencsére most már önálló életet élnek a gyerekeim, és mint minden apa, minden szülő rendkívül büszke a, a gyerekeimre. A lányom elvégezte a főiskolát, utána elvégezte az egyetemet ő egy, egy cégnél dolgozik. A fiam az arra, hát ugye ő műszaki lett, tehát ha az édesapám élne, ugye milyen érdekesen alakulnak a dolgok, ha édesapám élne, akkor biztos nagyon büszke lenne most az unokájára, mert ő Győri főiskolán végzett autómérnökként, tanár, műszaki tanárként, és a Győri Audi-ba dolgozik, már az iskolából kivitték, járja Európát, állandóan uton van, és ő tényleg műszaki, műszaki, ember lett, és egy nagyon tisztességes, komoly karriert futott be, és hát persze bennünket már csak ezek a dolgok éltetnek, mint szülők, úgyhogy apám, ha fönn az égben látja, akkor nagyon biztos, büszke lehet az unokája, hogy azért mégis lett műszaki végzettségemből a családban. Hát reméljük, hogy így van. Nagyon-nagyon fogy az időnk, de egy valamit nem mulaszthatok el, ugye itt már utaltunk rá, hogy az éneklés az ezirányú művészet szeretete, és ugye volt ez a bizonyos keresztanya, aki már a kicsi Jenőt vitte operába, színházba. Mikor jött ez a dolog, és egyáltalán mit jelent még a mai napig is? Hát ugye én 63-ban érettségiztem, én már 60 Kettőben a Pécsi Nemzeti Színháznak a kórusába énekeltem. És egy nagy kórusba énekeltem még emellett Pécsen, mint gépipar is. Ez hogy jött ez a Pécsi lehetőség? Keresztapám, keresztanyám énekelt ebbe az énekarba, és elvittek magukkal, és innentől az énekkarból kerestek a kórus, a színházi kórusba embereket, és engem kiválasztottak. És, és én akkor ott ismertem meg például Kovács Kolossal. És akkor de én ott nagyon jól éreztem magam ebbe a közegbe, egészen odáig, hogy például egy érdekesség, a ruhámat, a ballagási ruhámat azt az ottani kellékesek állították és szapták rám. Olyan elegáns voltam, mint a leggazdagabb gyerek. pedig, hát őszintén el kell mondanom, hogy ez azért volt, mert én nem tudtam volna olyan szülői támogatást kapni ehhez, akkor építettek egy családi házat a a szüleim. Tehát ott-ott kezdődött ez a dolog, aztán úgy, úgy mindig megérintett ez a pálya, akkor ott a színház felajánlotta, hogy, hogy iskoláztat. Akkor édesapám azt mondta, hogy ő nem. A, rossz lányok közé akart engem nevelni, hogy van nekem tisztességes szakmám, tehát akkor az ott megszakadt, akkor elmentem katonának, ott kiválasztottak, a Honvéd Népi Együttes tartott egy toborzót, ott kiválasztottak, ott meg a főnököm, a néphadsereg parancsnoka, annak voltam a rajzolója, azt mondta, hogy szó se lehet róla, tehát nem mehettem a Népi Együttesbe. Aztán, amikor hazakerültem Szexádra, itt elkezdtem a az zeneiskolába az éneklést, megnyertem egy országos versenyt az zeneiskolák között, akkor ismét volt egy lehetőségem, hogy talán átjöjjek erre a vonalra, és aztán Madrigál kórus, nagyon-nagyon sokat köszönhetek, ugye bejártuk az egész Európát, nagyon sok helyen jártunk, akkor, amikor még nem nagyon jártak, Sajnos ott olyan volt már a színvonal, hogy hetente két alkalommal, két és fél óra kemény próba, azt nem tudtam a munkámmal összeegyeztetni, még most is fáj, hogy nem vagyok köztük. Megalakítottuk a spirituáli együttest, Bátaszéken énekelek egy katolikus kórusba, ott is van Bátaszéken még egy kis kamarakórus, Szexádon énekelek a református kórusba. Úgyhogy így sokan fölteszik a kérdés, hogy miért jó ez, most az a munka, amit az ember csinál, az azért nagyon igénybe veszi az embernek a, a lelkét és, és az idegrendszerét, ha ezt komolyan csinálja. Tehát ott azonosulni a napi emberi sorsokkal, a problémákkal, szükség van valami kikapcsolva Van, aki sportol, van, aki horgászik, van, aki vadászik. Te pedig, én, én pedig énekelsz, dalra, fakad. én dalra fakadok, és én ebbe a közegbe érzem jól magam. Azt hiszem, hogy ez nagyszerű, és most már tényleg csak egy rövid zárszóra van időnk, ami bennem ezt el kell, hogy mondjam, megfogalmazódott a közelmúltban egy, az állami ünnep kapcsán egy ünnepségen jártam Bátaszéken, és ott számomra valami olyan olyan dolgot éreztem, amit, amit kevés helyen, tehát annyira, annyira, bensőséges, annyira családias volt, és ott az emberek, bárki, akinek megvolt a maga szerepe, valahogy mindenki annyira együtt volt, és én azt kell mondjam, hogy ez a beszélgetés kapcsán, amit te itt elmeséltél a munkádról, Bátaszékről értettem meg ezt. Tehát én akkor mondhatom azt, hogy tulajdonképpen ott Bátaszéken valahogy minden úgy működik, mint egy, mint egy, 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 egy nagy családba lehet némi túlzással. E, azt kell mondanom, hogy kitűnő munkatársaim vannak. Tehát, amire utalsz erre az ünnepre, ezt a munkatársaim szervezik. Ott van az ember, e, nem vagyok egy könnyű vezető. Azt azért őszintén el kell mondani. Főleg, amikor egy tájház átadásra készülök, ilyenkor ideges vagyok, ilyenkor szeretném, ha minden a helyén lenne. Lehet, hogy olyan apróságokkal is foglalkozom, ami nem kellene, de én azt gondolom, hogy Ma például megköszöntem jó pár munkatársamnak, hogy sikeresen lebonyolódtak az ünnepek. Én igen is tudom, hogy nagyon sokat tesznek körülöttem az emberek. Szeretnet és ne, fele, és ne felejtsd el, hogy Bátaszéken nagyon fontos kérdés, hogy ott svábok vannak, hogy székelyek vannak, felvidékiek vannak. Ott nekünk ezt az egy, erre az egységre nagyon törekednünk kell. De megvan. Meg, van. Megvan, megvan. Persze van, van, aki nem szeret. Na de hát az lenne baj, hogyha mindenki szeretné a, 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 a városnak a vezetőjét. Van akik, van, akik viszont nagyon szeretnek, megosztanak, a, mint minden vezetővel szembe az elvárások, de én azt gondolom, összességében azért, összességében én azt vallom, hogy pártállástól függetlenül, vallástól függetlenül minden embert tisztelni kell, és befejezésre zárszóként. Ugye én sokszor utaltam a pedagógus apámra. Aki sajnos korán ment el egy tragikus baleset kapcsán. Mi nem kaptunk kárpótlási jegyet, nem kaptunk semmit. Apám azt mondta, fiam, és ez az én örökségem, és ezt próbálom a munkámba alkalmazni. Ne csapd be magad mögött az ajtót, mert soha nem tudod, hogy ugyanazon az ajtón mikor kell visszajönni. Gondolj bele, hogyha, hogy ez hányszor megesik az ember életébe, és köszönj a lépcsőn, ha mész fölfele. Mert neked is jól fog esni, mikor jössz le a lépcsőn, hogy köszönnek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert, minden jót kívánok. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg viszontlátásra tartsanak velünk a legközelebb is.